Nézzük meg, hogy mik a további akadályai az adóalanyiság létrejöttének. Nem választhatja az új katát az a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, akinek az adószámát az állami adó és vámhatóság az adóalanyiság bejelentésének az évében, vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy aki a bejelentés időpontjában az adószám törlésének hatálya alatt áll. Ez az utóbbi fordulat, ez egy új elem a régi kata törvényhez képest, tehát az új szabályok szerint az sem választhatja az új katát, aki a bejelentéskor adószám törlésének a hatálya alatt áll, tehát nem csak azok, akiknek korábbi időszakban törölte a NAV az adószámát valamilyen okból. Az adóalanyiság létrejöttének további akadályát képezi az, hogyha az adóalanyiság választásának évében az ÖVTJ 6820-as saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, besorolású tevékenységből bevételt szerzett az egyéni vállalkozó. Tehát itt az adóalanyiság létrejöttét megakadályozza az, hogyha az adóalanyiság választásának évében ingatlan bérbeadási bevétele keletkezett az egyéni vállalkozónak. Ugye itt látok egy kérdést, ami szerint arra lennének kíváncsiak, hogyha katás tevékenység mellett adószámos magánszemélyként bérbead, akkor ez tud-e működőképes lenni? Hát ugye itt az a feltétel, hogy olyan tevékenységek tekintetében lehet kisadózó egyéni vállalkozó valaki, amelyek az egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő tevékenységek. Tehát, hogyha az ingatlan bérbeadási tevékenység az nincsen felvéve az egyéni vállalkozói tevékenységek közé az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, és adott esetben még be is jelentette az egyéni vállalkozó a NAV-hoz, hogy ezt az ingatlan bérbeadási tevékenységet az egyéni vállalkozói nyilvántartáson kívüli tevékenységként kívánja folytatni, akkor ez nem jelenti akadályát az új kata alanyiság létrejöttének. Tehát nyilvántartásba fogja őt venni kisadózó egyéni vállalkozóként a NAV, hogyha egyéb kizáró körülmény az nem merül fel. Na most a következő, azt nézzük meg azt, hogy hogyan is lehet az új kata alanyiságot választani.